Üdvözlök mindenkit. A nevem András Gedeon. Szilágyi Domokos. Kényszerleszállás. Nem lett. Mégse lett belőle angyalka. Tollsöprű szárnyú. Staniol glóriás, gyolcspendelyes, hercig, kicsi édes. Olyan, ami nőket rettenetes módszerekkel gyártott a gólya mesegyártó nagyanyáink. Méhükkel örökké bajlódó nagyanyák, szegények, angyalgyártó kisiparosok. Mert bűnnek nem bűn, csak a ma bizonyos eredendő. És Isten angyalkáit szaporítani, talán még erény is. Nem lettem angyalka hát. Sivalkodván, szárnyatlanul, de meg szárnytalanul is, úgy zuhantam bukórepülésben éves sivalkodással, a biztonság kínzón vakmerő erejével, mint egy berepülő pilóta. De nem sajnálok más, csak a tollsöprű szárnyat, melynek hasznát veheti az ember, ki meg akarja tisztítani, e pókhálós századot. Nem lett belőlem angyalka. Szelíd. Pendelyes, szöszi. Ki ott lebeg a világ minden lebegő pallója fölött, hogy vízbe ne pottyanjon, senki szelíd, szöszi, kicsi, édes. Óvja őket a túl sok fagyitól. Elhallgatja előlük az angyalgyártás. Kis és nagyipari módszereit. Estente mesét mond arról, hogy a sárkánynak mind a hét feje tökkel ütött. Mert tudjátok, gyerekek, a világon csak a sárkány mulandó. Elég ennyit tudnotok a mulandóságról. Sem angyalka. De lángpallosú kerúb se lettem. A lángszórót már a paradicsomban sem szerettem, pedig ott még mi kezdetleges vala. Nagyjából nem volt célja egyéb, mint a sarki rendőrnek. Pirosra állítani a lámpát. Nos hát. Nem lett belőlem sarki angyal. És az vesse rám az első követ, aki biztosan eltalál. Mert meghalni nem szeretek, de ha muszáj, egyszer bőven elég. Nem lett belőlem angyalka. Ördögöcske inkább. Vigyori. Szélhámos. Szemtelen, kiszámíthatatlan, kaján, konok, utálatos, békételen, békélhetetlen, B12-hetetlen. Figyeljetek, kislányok, kisfiúk, mielőtt elaludnátok, elárulom nektek, hogy az a sárkány nem is olyan tökkel ütött. S azt se higgyétek, hogy meseország, valami különös világ. Mindennapi dolgok történnek ott is. Tegnap például egy vekkerszínű strandfelhő úszott a palatetőn. S a velszi hercegérsek elsőszülött fia egy szinkrofazotront szült egy okker éjszakán, de mire megjöttek a mentők, elfolyt már a nehéz víz. És képzelje, Mr. WHO, 3 órát álltam sorban kapcavetyár becsületért, és mire odaértem, elfogyott. Ezen kívül egy washingtoni milliómos 200 000 dollárért megvette Ferenc Jóska Rézus faktorát, de egy gengszterbanda kilopta belőle a golyós csapágyakat. Hát nem egy bosszúság? Pedig én hittem a pápa csalhatatlanságában, míg ki nem derült, hogy folikulinnal üzérkedik. Alukáljatok, kislányok, kisfiúk. Nem történt semmi különös. Nincs semmi baj. Mindezt csak úgy mondtam, mert épp eszembe jutott, bukórepülésben, a 20. század közepén, mert nem lettem angyal, az ördög vinne el engem. Egyetlen tudományom az élve boncolás. Hát nézzétek, e ronda tetemet, az enyém, élő tetem. Igen. Hagyjatok békét a logikámnak.
kecsesen megemelem koponyatetőm. Hát nézzétek, egy kérges, egy kopaszagyvelőt, hogy megkérgesedett, pedig még csak pár millió éves, s hogy elkérgesedett, mennyi mindent kibírt a nyavajás, mennyi mindent kibírt, ami nem vele történt. Tudjátok-e, hogy e pár millió év alatt hányszor fordult elő, hogy minden becsületes embernek meg kellett volna őrülnie? Ne csodálkozzatok a primitív törzseken, melyek szennek tartották az őrülteket. Hát nézzétek! E kérges! E becstelen agyvelőt. Kislányok. Kisfiúk. És okuljatok. És angyalkát. Egyet se lássak köztetek. Angyalkát, torsöprű szárnyút, sztanion glóriás, a gyolcspendejűt. És én nekem, aki nem lettem angyal, torsöprű szárnyút, sztanion glóriás, gyolcspendejes, herceg, kicsi édes. Én nekem, aki bukórepülésben zuhantam ide, éves hivalkodással a biztonság kínzón vakmerő erejével. Én nekem nem mondjátok, hogy szeresd fel a barátodat, mint te magadat! Én nekem csak ennyit mondjatok. Szerest fele barátodat, hasba lőni, mint te magadat. Szerest fele barátodat, gázkamrába küldeni, mint te magadat. Szerest fele barátodat, villamos székbe ültetni, mint te magadat. Szerest fele barátodat, arcul köpni, mint te magadat. Szeress fele barátodra atombombát dobni, mint te magadra. Szeress fele barátod húsán hízni, mint te magadén. Csak ennyit mondjatok, s akkor bizony mondom, hiszek néktek. Én, az ördögöcske, aki zuhantam, kényszerleszállást végeztem itt, közöttetek, e rögös, gödrös, sziklás, ismeretlen terepen kényszerleszállást végeztem, és tudom, hogy bele fogok halni. Van egy jó barátom. Vízirigó az illető. Megtanított, hogyan kell rohangálni az árban, kicsipegetni mohos kövek alól a mindennapit. Neki, lám, eszébe sem jutott, hogy lehetett volna angyalka. Édes mennyei dolgokban járatos. S megtaníthatott volna arra is például, hogy rövidebbre tördeljem e sorokat, s akkor nem kellene alábirizgálnom oly sok mohos követ. Tudjátok, ha én ember volnék, ember, ki arra kényszerült, hogy a világtörténelem leghosszabb századában éljen. Leghosszabb. Pedig még háromnegyede sem telt el. Ha ember volnék, mondom, szereznék egy talajgyalút, hogy kényelmes leszállópályát készítsek az eljövendő kényszerleszállóknak. Meg aztán ki tudja, milyen magasra jut el egy-egy gyaluforgács.